Minden tavasz az új élet ígéretét hozza, a természet újjászületését, de az ember számára valami mást is. Új reményt, annak a reményét, hogy valami szebb jön, valami megváltozik. Minden ünnepnek vannak hangjai. A mai ünnep fiatal nők és férfiak hangja, márciusi ifjaké, a költői, aki talpra szólította a magyart, a honvédeké, akiknek életüknél fontosabb volt a haza szabadsága. A Füzes Abonyi Teleki Blanka általános iskola diákjai idézték fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc dicső eseményeit és az odáig vezető utat. Majd Molnár Rihárd alpolgármester beszédében kiemelte, 1848 üzenetét nem szabad elfelejteni. A 48-as hősöket a haza szeretet vezérelte, amit egyetlen elnyomó hatalomnak sem sikerült kiirtani a magyar nemzetből, és most sem szabad engedni az idegen hatalmaknak, mert ezzel feladjuk mindazt, amiben hiszünk. Hangsúlyozta, most is együtt kell kiállni Magyarországért. Mit kívánunk mi 170 évvel később? Mit kívánhatok minden füzesabonyi nevében? Egy olyan várost, ahol jó élni. Egy olyan várost, ahol rend és biztonság van, ahová jó hazatérni. Egy olyan várost, amelyben jól érezzük magunkat, ahol biztosítva van megélhetésünk. Egy olyan várost, ahol biztosítva van gyerekeink jövője, ahol nyugalom van. Mi egy békés és fejlődő füzesabonyt akarunk. Saját reformkort, amiért készek vagyunk nap mint nap dolgozni, és higgyék el, megvan hozzá az akaratunk és a tudásunk is. Beszédében kiemelte, az, hogy megmaradtunk magyarnak, az őseink hősiességének köszönhető, most sem engedhetünk a keresztény értékekből, mert akkor a magyarság eltűnik a népek tengerében. Az ünnepi műsor végén az önkormányzat, intézmények, pártok és civil szervezetek helyezték el az emlékezés koszorúit a 48-as emlékmű talapzatánál.